Óvatos lépésekkel közelíti a nádast a macska a nagy maradvánál rakamazon. Természeti értékekben gazdag, de turisztikailag még elmaradott a terület. Az önkormányzatnak az a célja, hogy fejlessze a holtágat. Erről beszélt 35 perc című műsorunkban Bodnár László, rakamaz polgármestere. 2000-es évek elején volt részlegesen kotorva. Viszont ez egy a Tiszának a holtága, amivel most az a tervünk, hogy egy összeköttetés legyen a Tiszával, és ezáltal a vízmozgás biztosítva legyen, így az elmocsarosodást késleltetni, elhúzni. Ez lenne a cél, illetőleg egyre több vállalkozás nyitja meg kapuit, gondolkodik a falusi turizmus iránt, és ez a Nagymaradva egy szenzációs lehetőséget kínál, hiszen itt nem csak a horgászturizmus az, ami jelenleg virágzik a Nagymaradván, itt a kajakozástól kezdve, tehát a víziturizmusnak a különböző ágait is érdemes kihasználni. A korszerűsítést uniós pályázati forrásból a szükséges természetvédelmi és vízügyi szervezetek bevonásával szeretné megvalósítani az önkormányzat. A Tisza turisztikai értékeit a rakamazi strand fejlesztésével is kihasználná a település. A tiszai strandra önkormányzatunk, mint tulajdonos pályázott, 29 millió forintot nyert a Kisfaludi program keretében. Ennek a strandnak, a strandfejlesztésnek a munkálatai már befejeződtek. Itt megemlíteném, hogy baba-mama szoba épült, napozósték, napozóágy, akkor a stékhez vezető járda újult meg. Tehát magyarul infrastruktúrális fejlesztés történt, illetőleg egy komplett térfigyelőrendszer épült ki. A települési utakat is fejleszti az önkormányzat. Ebben az évben vagy a következőben indulhat el két útszakasz, a Rákóczi út és a Bujji út felújítása, összesen 60 millió forint állami támogatásból.